magát, az, hogy megvalósíthatjuk az elképzelésünket. Hogy volt valami gondolat, és ez tényleg megvalósulhat előadásként. Ez a projekt, amit most csinálunk, ez nekem egy ilyen több éves kísérletezésnek a végeredménye, tulajdonképpen, amit most megvalósul a staféta keretében, és ez igazából ennek köszönhető most, hogy össze tudtuk rakni úgy technikailag, ahogy ezt már régen is megálmodtuk. Nekem annyira nem egy pillanat, hanem amit Andris is mondta, hogy igazából ők nagyon sokféle film technikával kísérleteznek, és az, hogy hoztam hozzá ezt az anyagot, és valahogy, ahogy én is, meg a színészek is, meg az összes alkotó így kezdi valahogy nem egyre jobban megérteni, meg megismerni ezeket a technikákat, az, ahogy így egyre bátrabban, de ugyanakkor egyre tudatosabban is kísérletezünk. Szerintem az egyik ilyen legnagyobb lehetőség ebben, hogy ritkán van ilyen, hogy ennyire szabadon lehet gondolkodni, és semmi nem kötött, hanem egy teljesen szabad dolgot lehet alkotni, hogy szabad a téma, az anyag, az alkotócsoport, a helyszín, a formája. Úgyhogy ezt, hogy ezt használja ki mindenki. Másrészt, hogy időben foglaljanak próbatermet, mert az nem könnyű.